Szeptember 1-je van, és a minőségi oktatás alapvető feltételei sem adottak ebben a tanévben Magyarországon az oktatási rendszerben. Nem tudjuk, hogy arra kényszerülnek-e az iskolák, hogy online oktatásra térjenek át, lesz-e újra szénszünet Magyarországon. A pedagógusok helyzete minden tekintetben siralmas, akár a finanszírozásról, a béreikről beszélünk, akár arról a pedagógus hiányról, ami egyre nagyobb mértékben sújtja Magyarországot, a magyar oktatási rendszert. Ezáltal egyébként a rendszerben lévő pedagógusokra is többlet feladatok, többlet terhek hárulnak. És az oktatási rendszerre jellemző most már az is, hogy nagyon sok helyen az alapvető tisztálkodási szereket is a szülőknek, a családoknak kell bevinni a zsebkendőtől a szappanig, mert az oktatási rendszer finanszírozásából nem telik ezekre. A magyar kormány felháborító módon hárítja a felelősséget és Brüsszelre mutogat, holott 12 éve kétharmaddal kormányoznak egy nap alatt. Gyakorlatilag például a katás adózást meg tudták szüntetni, tehát ha valakinek van felelőssége, akkor az éppen a magyar kormány a tekintetben, hogy hova jutott a magyar oktatás. Az is felháborító, hogy miközben az Orbán kormány rendszeresen szuverenitási kérdést csinál abból, hogy mi az, amit átengedhetünk döntésként Brüsszelnek, és mi az, amit nem engedhetünk át, úgy tűnik, hogy a pedagógusok bére, hogy mennyit keres egy magyar tanár, az nem tartozik a szuverenitási kérdések közé az Orbán kormány szerint, tehát felőlük éhen is halhatnak akár a magyar pedagógusok, hogyha a Brüsszel nem ad pénzt. Fel kell hívni arra is a figyelmet, hogy a pedagógusok mellett a családokat is rendkívüli mértékben, a korábbiaknál is nagyobb mértékben sújtja anyagilag az iskola kezdés, a tanszerek is brutális mértékben megdrágultak, 30, akár 50%-os áremelkedés tapasztalható ezek esetében, és plusz támogatást nem kapnak a családok. Tehát ahogyan a rezsimegszorítás is elsősorban a családi házban élőket, a családokat sújtja, úgy az iskola kezdésnek az ilyen mértékű, az iskola kezdéshez szükséges szereknek az ilyen mértékű ár emelkedését szintén a családoknak kell megfizetniük. Hogyha az energia árak miatt online oktatásra fog kényszerülni az állami oktatási rendszer is, ahogyan azt már látjuk különböző kollégiumok, iskolák esetében, hogy van, ahol a 6 napos iskolahetet vezetik be, illetve vannak kollégiumok országszerte, amelyek egész egyszerűen már most nem tudnak kinyitni, de számos kulturális intézmény is bejelentette már, hogy októbertől nem fogják tudni fogadni a látogatókat, ha tehát az online oktatásra fogunk ismételten áttérni, az is a családok életét nehezíti meg, és a kormánynak az az ígérete sem teljesül, hogy nem a családok fogják megfizetni a háború árát. A Mi Hazánk mozgalom szerint a pedagógusok béremelése egész egyszerűen nem tűr halasztást, és nem is függhet Brüsszeltől. Felháborító, hogy a magyar kormány állami forrásból nem is tervezi a pedagógusok bérét emelni, rendezni, holott erre égető szükség van, ezt minden józan gondolkodású ember belátja, aki az oktatási rendszerrel minimális kapcsolatban is áll. Azt is javasolja továbbá a Mi Hazánk mozgalom, hogy a tanszerek kerüljenek bele az áfamentes körbe, tehát ahogy a gyermekneveléshez szükséges cikkek, úgy kiemelten a tanszerekre ne kelljen áfát fizetni, illetve iskola kezdési támogatást is biztosítson az áremelkedések miatt a kormány a családoknak. Fontos azt is hangsúlyozni, hogy bár teljesen ingyenes tankönyvekről beszél a kormányzati propaganda, ez korán sincs így, nagyon sok helyen a tankönyvekért is plusz súlyos ezreket kell fizetniük a szülőknek, holott a tankönyv is ingyenes juttatás kellene, hogy legyen. Sajnálatosnak tartjuk továbbá azt, hogy szeptember 1-én az oktatási rendszer, a pedagógusok, a gyerekek, diákok életének az alapvető működéséről, az alapvető finanszírozás hiányosságairól kell beszélnünk, nem pedig előremutató érdemi szakmai vitát tudnánk folytatni, vagy csak felkészítenénk a tanárokat és a diákokat a tanévkezdésre, hogy az zökkenőmentes tudjon lenni.